A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket a 2022-es 23-as és a 2023-as 24-es tanév okostanterem programjáról tartotta konferenciát a Városháza dísztermében. A köztérben most a konferencia második felébe nyerhetnek betekintést, számítunk figyelmükre. Arról szeretnék beszélni, hogy mi is ez a Geniál, illetve hogy én mire használom az órámon, illetve hogy ezt a kollégáknak már hogyan sikerült átadnom, és ennek az ívét a tanítványaim hogyan élvezik, illetve hogyan nem élvezik. Először is, hogy mi is az a Geniál, azt szeretném elmondani. Igazából ez egy ingyenes online platform, amely lehetővé teszi interaktív prezentációk és infografikák létrehozását, méghozzá személyre szabott tartalommal. Ennek volt egy előzménye igazából, a kollégáknak tartottam ugye ezen a kétnapos továbbképzésen a Geniáliról egy bemutatót, hogy egyáltalán hogyan kell rá regisztrálni, hogyan kell alkalmazni, és ez mi mindenre jó. Miért is volt erre tulajdonképpen szükség? Azért, mert a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos a szemléltetés. Annyira nagyon a képi világba merülnek el, hogy nekünk ezzel támogatni, segíteni kell őket. Viszont ezt a sok szemléltető anyagot valahol tárolni kell. Ugye eleinte még a kis régi képeket a szekrénybe, most már ugye kidől a szekrény, annyi minden van benne, aztán saját gépen PPT formájában, aztán ugye az iskoláknak lehetősége lett felhőbe tárolni, de valahogy mégis úgy jó lenne egy helyen, és nagyon-nagyon kis területen valahogy ezt megoldani. Valamint ugye jött a Covid időszaka, amikor muszáj volt tényleg mindent valahogy online formában is elérhetővé tenni a gyerekeknek, de ugyan Covid már nincs, viszont nagyon sok gyerek betegeskedik odahaza, és amikor otthon szeretne készülni, mert azért vannak ilyen diákok is, akkor őket jó, hogyha tudjuk támogatni odahaza. Éppen pont ezért egy olyan platformot, egy olyan lehetőséget kerestem, ami nagyon könnyen kezelhető, könnyen megtanulják a gyerekek, lehetőleg nagyon-nagyon kevés tárhelyet foglal, és még egy fontos szempontom volt, hogy lehetőség szerint minél szélesebb eszközskálán elérhető legyen, hogy az most mobiltelefon, tablet, laptop vagy asztali gép, az igazából teljesen mindegy. Amiért én nagyon szeretem a Geniálit, hogy minden mögé tudok információt tenni. Itt például két információt raktam, hogy az én előadásomban több kép is szerepel, amin a gyerekek részt vesznek, megvan a szülők hozzájárulása, úgyhogy teljesen jogos minden. Illetve, hogy honnét indultam, hát az osztályommal először volt egy darab kivetítőnk, projektorunk, illetve egy darab fehér táblánk, és amikor bevittem az órára egy darab feladatot, akkor a gyerekek filccel rohangáltak és kötötték össze. Ugye ez azért valljuk be eléggé a kezdetek kezdete volt, vagy pedig bekiabálták nekem, hogy a piros, a kék vagy a zöld, és akkor én a laptopomnál nyomkodtam az ő általuk megnevezett színeket, és így oldottuk meg a különféle feladatokat. Na hál' Isten, hogy ezen túl vagyunk, ugyanis megkaptam én is azt a lehetőséget, hogy az okosterem mentorképzésén részt vehessek, és igazából ez az igény, amit én eddig megfogalmaztam, ez még jobban felerősödött, és minden mellé egy olyan hatalmas tudást kaptam, nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon örülök neki, igyekszem vele élni. Nagyon sok eszközt biztosítottak számunkra, amivel az, hogy én oktatom a gyerekeket, ez sokkal színesebb, szagosabb és látványosabb, így számukra sokkal élvezetesebbé vált, valamint az én szemléletemet megerősítették, hogy nem baj, hogyha nem a régihez ragaszkodom, és igenis lehet új dolgokat bevinni, mindig meg lehet újulni, sőt jó is, és mindenhez még rengeteg-rengeteg biztatást és segítséget kaptam. Nagyon szépen köszönöm. Hogy igazából mire használom magát a Geniálit?
legfőképpen óravázlatra. Itt kiraktam egy képet, kiválasztottam, ez a Szamár meg az Oroszlán című egyik olvasmányunk feldolgozása. Itt ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy 10 feladatra osztottam fel, nem kell régi papíron írkálni, hogy ezután a feladat után azt csinálok, stb. Stb., hanem egész egyszerűen kidobom, meg tudom mutatni, mert ide a megjel mögé oda tettem igazából az egész anyagát, tehát tényleg már ahogy oda fölvarázsolódik, és bizony a gyerekeknek elég, hogyha csak rámennek az 1-es, 2-es, 3-as pontra, mindegyik mögött ott van az, hogy mi micsoda. Imádják a gyerekek, és tényleg, hogyha elfelejtem föltenni a krétába, akkor rám szólnak, hogy otthon újra akartuk játszani a játékot, és légy szíves, pótol, tanítom, én kérem. A másik, hogy nem csak óravázlatot szoktam így gyártani, hanem igazából gyakorlóanyagokat adok a gyerekeknek. Ez a gyakorlóanyag szintén egy kép, ez a mai matematika felmérőre készült feladatok. Itt azért nem számoztam, mert igazából teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben mennek a gyerekek, illetve hogy megoldják-e az összeset vagy nem, mindenkinek a saját örömére oldható tulajdonképpen. Ennek van egy olyan változata is, amikor nem jelölöm ki pontokkal, hogy e mögött a feladat, e mögött a jelek mögött, megjelenő ujjacskák mögött vannak a feladatok, hanem van úgy, hogy ezeket elrejtem, és mondjuk a gyerekek fejére, vagy éppen pont az állatoknak a lábára, vagy a megjelenő tárgyakra teszem a különféle feladatokat. Ezek mind-mind ugrópontok, és áttérnek ugye a feladatokra. Nagyon-nagyon sokat használom most már szakkörön és felzárkóztató foglalkozáson. Itt ugye, mivel megtanították nekem az okostábla használatát, így bátran nyúlok hozzá, és igen, 2-3 fős csoportokba is, éppen pont itt egy magyar korrepetálást tartunk, imádják a gyerekek ezeket a feladatokat. Amire még nagyon szeretem, hogy napközis foglalkozásokat is lehet tartani, hiszen a rengeteg matek-magyar környezetű digitális oktatás és egyéb órák mellett még napközizem is, és itt például egy kalózos foglalkozást terveztem a gyerekeknek, videókat, feladatokat, interaktív játékokat, térképeket, csoportos játékokat raktam mögéjük. A már előbb említett bemutatót, amit a kollégáknak is tartottam, illetve az okostermi egyik zárón is ezt mutattam be, hogy hogyan lehet regisztrálni és alkalmazni ezt a Genialit. Tehát bemutatók, interaktív bemutatókra is alkalmas ez a program, illetve a mostani kötelező olvasmányunkat is már, illetve tavaly évvégén a Misi Mókust próbálgattam, de idén már a Sirálya király az már teljesen ilyen alapon működik. A hova tovább, az első, másik, harmadik, stb. Fejezet így van földolgozva. Mindegyik fejezet mögött ez egy éppen pont olyan felületet választottam, hogy tényleg ez a hova továbbnak a feladatai, az első fejezetnek a feladatai, ahova tényleg hanganyagot szúrtam be, interaktív feladatokat, házi feladatokat például, és mindegyikre, hogyha rákattintok, akkor mindig új információ ugrik elő, és mindegyiknél tehetek oda információt, hogy honnét vettem, ez saját ötlet, nem saját ötlet, tehát még az sincs meg, hogy lopom a kollégának az ötletét, hiszen itt marad az ő neve, akár így, akár hogyha rámegyek mondjuk egy memória játékra, akkor az eredeti játékhoz visz ki, és ott marad az illető neve, aki készítette. Tehát szerintem ez nagyon korrekt a kollégákkal szemben is. Függetlenül attól, hogy úgy gondolom, hogy ha megosztotta, azért osztotta meg, hogy én használjam, és nyilván nem kell akkor nekem újra feladatot kitalálnom, használhatom az övét, és ezzel magamnak időt takarítok meg, és energiát, ami azért a mai világban elég fontos számunkra. Amire még nagyon-nagyon szerettem használni, hogy témaheteket, most például pénteken volt a pályaorientációs témahetünk, ennek is ugyanúgy a feladatsorát meg tudtam csinálni, illetve ami miatt én nagyon szeretem, hogy bármikor újra szerkeszthető az egész, tehát itt megvolt az első, másik, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik feladat, és amit utólag tettem ide, ez a kis piros kis nyilacska, hogy mindezt utólag én dokumentáltam is, tehát ugyanúgy meg tudom nyitni, és ugye ez megint egy másik fajta feladat, képekkel, feladatokkal, mi volt, hogy volt, ezeknek egyébként a szülők is rendkívül örülnek, hogy jé, az én gyermekem, jaj, de jó, ott szerepel, és igenis nagyon büszkék rá a szülők,
hogy ők is látják a gyermekeiket. Ünnepeket lehet ezzel ugyanígy levezényelni végig, nem kell már a régi kis papír, és akkor ezután a dal után azt játszom be, ezután a játék helyett azt játszom be, hanem ugyanúgy kivetíthető, és akkor itt is, itt például a betűk mögé tettem be, mondjuk az A betű mögé betettem egy ilyen ajándékbontogató játékot, és akkor, hogyha elindítom a zenét, ugye amikor megáll a zene, tehát tényleg nagyon sok lehetőségre ad, vagy lehetőséget ad a Geniali. És ami szerintem számomra szenzációs, hogy mindezt meg is tudom osztani, ez éppen pont az én krétámból való, tehát egy link alapja, vagy link formátumban meg tudom a szülőknek osztani, hogy most krétába, szülői csoportba, privát messengerbe, e-mailbe, teljesen mindegy, igazából a linkre rákattintanak, és már is ott van minden a gyerekeknek. Bizony nagyon szeretik a gyerekek, kérik, és azt vettem észre, hogy egyszerűen nem elég, hogy ott órán sokkal aktívabbak és sokkal jobban figyelnek, hanem otthon szeretik újra játszani, és jönnek, dicsekednek vele másnap, hogy képzeld, végigcsináltam, megcsináltam, és megelőztelek. Ugyanis ezeket a játékokat, amiket én fölrakok nekik, így gyakorlásnak általában van egy saját kis nevem, és azt tudják, hogy az alatt én vagyok, és akkor másnap jönnek, hogy addig játszottam, amíg megelőztelek. Nagyon helyes, ügyes vagy. Tehát eléggé motiválja is őket. Hogy honnét indultunk, ugye azt mondtam, hogy sima projektor, fehér tábla, került be egy okos tábla a termembe, nagyon-nagyon örülök neki. Természetesen nem álltam meg itt, ugyanis most idén azt tűztem ki célnak, hogy ne csak egy darab okos táblán tudjam a gyerekeknek az osztályba tanítani, hanem ha már kaptunk tableteket, akkor használjuk fel. Viszont ugye mi kicsik vagyunk, most lettünk harmadikosok. Hogyan tudjuk ezt segíteni? Hogyan tudom segíteni a gyerekeknek? Hát úgy, hogy készítettem mindegyik Geniálihoz egy QR kódot, generáltam, és először meg kellett őket tanítani a tabletet, hogy hogyan tudom beolvasni QR kódolvasóval, az rávisz a feladatra, és akkor ez így gyönyörűen működik. Miután ezzel túl volt, ezt túlhaladtuk, utána már jelen pillanatban ott vagyunk, hogy beviszem az órára a tableteket, lepakolom több asztalra, QR kódokat több asztalra, és amikor a kötelező feladattal végeztek, akkor fogják magukat, és attól függően, hogy csoportos vagy páros munkát adok, attól függően mennek, és saját maguk tabletet bekapcsolják, QR kódolvasó, és csinálják a feladatot. Először természetesen csoportos munkába, mert hogy kevesebb tabletet könnyebben tudok felügyelni, és hogyha gond van, könnyebben ugrok. Most már hál' Isten páros munkába is tudom a feladatokat adni, és ami nagyon jó, hogy minden gyermek a saját szintjének megfelelő feladatot tud magának választani, tehát az esenés gyermek pont ugyanúgy használja, mint a kiváló képességű matek szakkörre, Zrínyire, kengurúra felkészítő diák. És igazából az előző kép volt egyébként nehezített pályán mozgó gyermek, ezen a képen pedig a szakköröseim megkapták a feladatot, és páros munkába oldják már meg. Úgy gondolom, hogy hatalmas utat tettünk meg, és én tényleg beleszerelmesedtem a Geniáliba, bár a mai napig is azt mondom, hogy kezdő vagyok benne. Amit nagyon szeretek benne, hogy sablonjai vannak, szerintem azért vannak, hogy használjuk. Persze nulláról is föl tudom építeni, de nem mindegy, hogy mennyi időm megy el rá, így is rengeteg. Viszont tényleg nem mindegy, hogy a maradék idővel mennyire gazdálkodom. És a gyerekek élvezik, és újra látszik a gyerekeken, hogy szeretnek tanulni, hogy élvezik, és mindezt azért, mert hogy egy kicsit közelebb hoztuk nekik. Ami nagyon jó, hogy nagyon sok kollégát érdekel, több kollégának mutatom, adom az anyagokat, ők is hozzák az ötleteiket, tehát a közös együttműködésünk az megvalósult. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én a Vörös Márti Mihály Általános Iskolából érkeztem, dr. Simoni Kupecik Mónika vagyok, egyébként alsós tanítónéni, és nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Az elején egy nagyon rövid összefoglalóval kezdeném, és csak azért is egyébként a mi előadásaink, ugye az öt iskola előadásai valamennyire kapcsolódnak egymáshoz, hiszen ugyanabban a programban vettünk részt, de azért is gondoltam egy kis rövid összefoglalóval, hiszen úgy tudom, itt vannak azok az iskolák is, akik a következő évben a programban részt vesznek. A Vörösmarty iskola ugye a 22-23-as tanévben csatlakozott, az oktatás két helyszínen valósult meg, magában az iskolában, az okostanteremben és az Albai Novár épületeiben bent a belvárosban. Az okostanterem egy emeleti tanteremben kapott helyet, ugye mi is megkaptuk ugye a szuper fantasztikus új felszereléseket, a táblát, a 3D-s nyomtatót, ugye ezeket 2022. szeptemberétől folyamatosan, ugye az asztalokat a székekkel, most már nagyon öröm láttam, hogy most már különböző színűek, nagyon tetszett egyébként, de mi ennek is nagyon örülünk. Ennek is nagyon örülünk. Ugye nekünk is ott vannak a Lego Spike-ok, az Indisperu programozható robotok, ez az a szekrény, amiben azt a 30 tablettet tároljuk és töltjük, ugye amit kaptunk egyébként a tanterem, ugye 30 fős. És hát mi is igyekszünk is dekorációval díszíteni a tantermünket. Ugye az egy ünnepélyes átadásra kerül sor. Nálunk 2023 idén, június 5-én, ahol egyébként a gyerekek és az a kollega, aki ott a fotó jobb oldalán látszik, Gábor Fi Balázs kollégám, aki részt vett szintén a képzésben, tartottak egy nagyon jó kis bemutatót, és a téma egyébként az volt, hogy hogyan lehet a 21. század digitális eszközeivel megtervezni egy város közlekedését, és ugye ez az esemény sajtónyilvánosságot is kapott, mint ahogy a fotón látszik. A terem kihasználtsága, gyakorlatilag elmondhatom, hogy a hét mindennapján használjuk, legyen az bármilyen tanítási óra, itt például egy alsós matematika, tehát alsó és felső tagozat egyértelműen használja, itt egy matematika óra, de használtuk már olyan alkalomra is, amikor egy múzeumpedagógiai online foglalkozás keretében volt nagy segítségünkre, ugye, illetve vagy egy délutáni robotika a szakkörön is kiválóan alkalmas. Itt is nagyon tetszik az, ami már többször elhangzott, a csapatban ténykedés. És a csapat, akkor szeretném megemlíteni azt a 6 fős csapatot, aki részt vett a Vörösmartyból ezen a képzésen. Úgy próbáltuk ugye a kollégákat beválogatni, vagy úgy történt a jelentkezés, hogy minél több területet fedjen le. Ez a kép egyébként most már tudom, mert itt a kolléganő június 1-én volt ez, amikor te is a bemutatót tartottad, úgyhogy ez a június 1-i projektzáró rendezvényen volt, ahol megkaptuk a tanúsítványunkat, és ezúton is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy ezen részt vehettünk. És hát természetesen a Vörösmartyban is beépítettük az iskola életébe az innovációt, vagy történt innováció. Ezt picit szétszedtem tanulást, tanítást támogató programokra, és csak tényleg a teljesség igénye nélkül, mert tele lehetne szórni nagyon sok képpel. A Prezi az, amit most már egyre többen, sokan használunk a tantestületben, szintén tanítási órán, de éppen ma láttam egy szuper minősítő előadást, illetve hát a tantestületi értekezleteken is például igazgatóasszony ezzel dolgozik. Sokkal színesebb, sokkal professzionálisabb előadásokat lehet ezzel tartani. A Learning Apps-ot biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ismeritek. A Quiziz az, ami számomra újdonság volt, most ismerkedtem egyébként meg vele. Ez egy online quiz szerkesztő és bemutató szerkesztő program. Azért nagyon tetszik, mert egyrészt nagyon sok anyag fönn van, ugyanúgy, mint a Learning App-nál, hogy válogathatunk feladatokból, de mi magunk is szerkeszthetünk, és színessé tehetjük ezáltal a tanítási óráinkat. A robotika, programozás, 3D nyomtatás, ezt egy külön buborékba tettem. Az az igazság, ezen a területen is rengeteget fejlődtünk, és én nagyon örülök, hogy itt a kollégák olyan projekteket mutattatok be, tényleg elképesztő. Az énekzen is nagyon tetszik, főleg azért, mert én is ilyen szakos vagyok. Nagyon
számomra is nagyon tetszett az a programozás rész, ezt a Lego, hát visszahozza a gyermeki énünket egyébként. Tehát amikor elkezdtünk legózni, szerintem hát a Bea és az Ágot elmondhatja, hogy valahogy mégis felnőtt emberek is visszahozza azokat a gyermeki, nem tudom, élményeket, te jó ég, hogy én nagyon élveztem. És nyilván ezeket nem csak össze kellett rakni, hanem be is programozták. Itt a fiatal ember egyébként nagyon ügyesen programoz, mint egyéb másban is, ahogy igazgató úr is mondta, illetve az előttem szólók, rendkívül tanulékonyak, rendkívül ügyesek, úgyhogy elképesztő teljesítményük van. A 3D nyomtató, na hát ez egy külön történet. Itt is megtanultunk tervezni, nyomtatni. Akik majd most vesznek részt a képzésben, van egy nagyon számomra kedves ilyen fogalom, hogy a sík. Hogy a sík alá, ugye, nem, én nekem sikerült a sík alá mennem, de azért a kulcstartót azt tényleg nagy élvezettel terveztem meg, és nyomtattam ki, az az okos kettő feliratú, azt én készítettem. De készített a kollega vezetésvel a gyerekek a szakkörön ezt a testhálót, ugye a matematika órán nagyon jól használható, illetve ugye ezt a sakkfigurát, amit a szakkörön kiválóan tudnak használni, illetve egyébként a jobb oldali képen ez a, amikor a bemutatónk volt ugye a terepasztalra, azok a kis házikók, épületek, azokat is ugye 3D-s nyomtatással sikerült megvalósítani. És akkor elérkeztünk ahhoz a programhoz, amelyet, itt van nekem egy kis puskám, mert hogy ezt egy kiváló kollégám, Kulman Miklós használta a legtöbbet, és ő hozta be ezt így az iskola életébe. Ez az Action Band, ez egy interaktív multimédiás túra. Először, ugye ennek használatához egy okos eszközre van szükség, ez lehet mobiltelefon, tablet, le kell tölteni az applikációt, és amikor ez az applikáció megvan, akkor ugye már be is olvashatja azt a bizonyos QR kódot, amelyet ugye amikor a pedagógus, bocsánat, ez visszamegyek, ez a szoborangolás, ez nem elírás, hanem a kollega rendkívül kreatív, a szobor és a barangolás szavakat egyesítette, ugyanis a feladat az volt, hogy a városon haladva szobrokat kellett megkeresni, mindjárt elmondom részletesebben. Itt látható az, amikor azt a bizonyos QR kódot megalkotja a program, és hozzáférhetővé teszi a résztvevőknek. Ezt egy sima A4-es lapra kinyomtatja, akár több példány is, beolvassák a résztvevők az okos eszközzel, és már indulhat is a játék. Ezt követően kapnak egy információs lapot, ami például megmutatja azt az útvonalat, hogy mit kell majd, milyen útvonalon kell körbehaladni a résztvevőknek. Ugye itt jelen esetben ez a szobor túra, ugye szobrokat érintett itt a városban, ezt egyébként az Iskola Másként nevű projekthetünkön, a Székesfehérváron Mi Városunk projekten belül valósították meg, és teljesítették ezt a túrát. És akkor utána felkínálja, illetve megmutatja azokat a pontokat, amelyeket meg kell találni. Ezt is beállíthatja egyébként a túra szervezője vagy szerkesztője, hogy meg kell találni, átlép, vagy esetleg átlépheti. Itt ez egy olyan feladat volt, itt minden szobrot meg kellett találni, és ott bizonyos feladatokat kaptak, amiért pontszámok járnak. Itt azt hiszem egy kvíz feladatot kaptak, így van, ugye ez egy Ibli Miklós szobor volt, és akkor egy olyan kérdés, hogy milyen híres, melyik híres épületet tervezte még Ibli Miklós. Megadja a helyes választ, megkapja a pontot, és nagyon, nagyon jó egyébként, mert ezt a pontozást látja ugye a szervező, nagyon jó nyomon követhető és értékelhető. Egyébként a kollega kipróbáltatta velünk ezen a bizonyos projekt záró eseményen, és rögtön ott az Alba Innovár környékén
azt hiszem, nem is tudom, 3-4-5 szobrot gyorsan meg is találhattunk, tehát ott ezt kipróbálhattuk. Nagyon megkedveltük ezt a programot, mert egyébként nagyon alkalmas arra bármilyen tananyagnál a meglévő ismeretek elmélyítésére is szolgál, de arra is tökéletes lehet, hogy akár egy osztályfőnöki órán, vagy egy nevelőtestületi programra is, ahogy mi is tettük egyébként, hogyha a közösséget szeretnénk építeni. És én ígértem, hogy rövid leszek, úgyhogy én egy jövő képet szeretnék még felvázolni. Azt gondolom, hogy mi is, és minden iskola is ugye meglévő értékeinkre építkezünk, de nyitottak vagyunk az újdonságok iránt, nyitottnak is kell lennünk. Innovatív intézmények vagyunk, nagyon köszönjük, hogy csatlakozhattunk ehhez a programhoz. Szeretnénk, én azt gondolom, hogy most mindannyiunk nevébe beszélek, szeretnénk tovább haladni azon az úton, amelyre ráléptünk. Tovább kívánjuk fejleszteni digitális kompetenciánkat, mert ahogy itt polgármester úr is és mások is elmondták, ez a fejlődés bizony megállíthatatlan. És nekünk is törekednünk el arra, hogy abban a digitális világban, amely körbevesz minket és a mindennapjainkat átszövi, abban bizony nekünk el kell találnunk. Én is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Alapvetően ez a fajta eltelt idő, ez azt is lehetővé teszi a számomra, hogy ne azt a szokásos szerepet töltsem be egy ilyen konferencián, mint amit egyébként beszoktam tölteni, és ami miatt a Tamás meg szokott hívni, hogy ijeszgessem a pedagógusokat, hogy mi minden fog majd változni. Hiszen egyébként ezt előttem lévő már megtették. Másrészt pedig, hogy ez a közösség, ez az a közösség, aki már felismerte, hogy igen, ez a változás az életünket elérte, mind a technológiában, mind az életvitelben olyan kompetenciákra van szüksége a diákoknak, amire valamilyen változást kell hozni, és amire reagálnia kell az oktatási rendszernek. És azt gondolom, hogy itt most ott vagyunk, ahol az a közösség van, aki már reagál, tehát aki már elindította ezt a folyamatot, és amelyik iskolák már a tanulóknak azt a fajta megváltozott szemléletű pedagógiai környezetet biztosítják, ami legalábbis az első lépés, vagy az első sokadik lépés már a jó irányba. Ami szintén nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy digitális eszközökről, módszertanról, ilyesmiről van szó, itt az előbbiekben nagyon jól lehetett látni, hogy ez nem csak az informatika és a digitális kultúra tantárgy feladata. Egyébként is a digitális kompetenciát ilyen széles körben fejleszteni nem lehet csak kizárólag az egyébként nagyon alacsony óraszámú digitális kultúra keretében megvalósítani. Tehát ez minden egyes pedagógus, minden egyes tantárgy feladata. Igyekszem majd nagyon pozitívakat mondani egyébként az oktatással kapcsolatban. De ugye kihívásokról kell beszélnünk, úgyhogy elárulnám már előre egyébként, hogy mi lesz a három kihívás, amiről beszélni fogok, csak azért, hogy ne legyen túl nagy a feszültség. Az egyik a robotika, amiről már volt szó, a másik az igazság, hogy mi az igaz, és mi nem. És a harmadik pedig a mesterséges intelligencia. Ennek elég sok köze van egyébként az igazság érzékeléséhez. Úgyhogy kezdjünk is neki. És be kell kapcsolni. Az egyik fontos elem, amit a Tamás említett is, hogy közösen is voltunk, meg egyébként is járunk ugye Londonba a British Educational Trade Technology Show-ra, ami a világ egyik legnagyobb oktatási kiállítása volt, de a Brexit óta már nem. Úgyhogy, de azért nagyon fontos dolgokat lehet ott látni. Az egyik az az, hogy mik azok az újdonságok, amelyek előjönnek. És aki most kint volt márciusban, az látta, hogy nem volt olyan stand, ahol ne az lett volna az első kiírva, hogy mesterséges intelligencia, AI. Minden. Tehát a fajékre is ráírták, hogy AI tervezte. És mesterséges intelligenciával támogatott tanítás és tanulás volt az, ami mindenhol megjelent. Nem volt olyan pedagógiai megoldás, ami ne erre épült volna. Úgyhogy biztos, hogy ezzel fogunk találkozni, és erre valamilyen választ az okos tanterem programnak is ki kell találnia. Egyébként számos egyéb
dolog jelent meg a Betten, a COVID, mit kezdünk ezzel, milyen kompetenciákat kell fejleszteni. Ami nagyon fura volt, és ami talán még minket is meglepett, hogy nem voltak tankönyvek, nem volt tankönyv kiállító, nem jelent meg tankönyv a Betten, nagyon kevés print formátumú kiadvány volt, de médiatárak is kevés volt. Egyszerűen olyan mértékben halad előre az oktatás technológia, hogy nem tudja bevárni azt, hogy a tankönyvkiadók lekövessék ezeket a változásokat, és egyébként is úgyis mindent majd a ChatGPT megmond, erre majd ki fogunk térni az előadás során. Úgyhogy először is kezdjük azzal, hogy mi az, amiben nagyon jók vagyunk, be tudunk tiltani különböző technológiákat az oktatásban, úgyhogy megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mik azok az oktatási technológiák, amiket már az elmúlt 50-100 évben betiltottunk, és hát ugye a lúdtól, golyóstól, töltőtől, hát aki az én korosztályomba tartozik, pontosan tudja, hogy tiszta tinta volt az ujjunk, és akkor sem lehetett golyóstollat használni, hanem töltőtollat kellett. Én utáltam, rettenetesen utáltam. Volt pedagógiai indoka, hogy miért kell töltőtollat használni. Az volt a mondás, hogy túl gyorsan lehet írni a golyóstollal, és ezért nem tudja összeszedni a diák a gondolatait. Ez jó nagy hülyeség, és azért lesz még néhány ilyen, amit emiatt betiltottunk technológiát. Palatábla, füzet, a nyomtatott tankönyv, lassan ez is a betiltott kategóriába kerül. Az észteknél ugye, aki volt kint, az pontosan tudja, hogy nincs tankönyv. Ők nem azért nem használnak, mert környezetvédelmi okok miatt sajnálják a papírt, hanem azt gondolják, hogy ami ki van nyomtatva, és úgy adjuk oda a gyereknek, akkor azt gondolja, hogy ez kész van, nincs mit csinálni vele. Nincsen akció, nincsen hozzávaló valamilyen viszony, amiben ő bele tudna kapcsolódni, ezért ők elengedték, és inkább ilyen zseniali és egyéb hasonló módon osztanak meg ismereteket, mert azt a gyerekek is könnyebben be tudják dolgozni, és fel tudják használni hozzá a különböző technológiákat. A számológép betiltására mindenki emlékszik, aztán utána most már mégiscsak bekerült az oktatásba, mint ahogy egyébként a golyóstoll is, meg aztán a nyomtatott tankönyv is. A számológépes karóra, ez zseni volt, de mindegy is. Digitális személyi asszisztensek, mobiltelefonok, a fidget spinners is betiltásra került a ChatGPT szerint. Biztosan ez így is volt, nekem már nem volt ilyen jellegű problémám. És a ChatGPT maga, tehát amit legfrissebben tiltunk, az maga a mesterséges intelligencia használata. Semmit ne használjunk, amit nem értünk, és akkor majd úgy jó lesz. Úgyhogy ebben már van tapasztalat, és tudjuk, hogy azt is, hogy ezek nem tartanak sokáig. Tehát ezek a betiltások, ezek ideig, óráig tudják visszatartani ezeket a technológiákat, úgyhogy mind a robotikát, mind a mesterséges intelligenciát meg kell szokni, és ki kell találni, hogy hogyan tudjuk majd beépíteni a tanítási-tanulási folyamatba. A robotikáról és a mesterséges intelligenciáról, robotokról beszélve, muszáj arról beszélni, hogy mit is csinál egy hajós kapitány. Itt látszik a képesítésnek a szakképzésben dolgozók pontosan föl tudják ismerni. A maga a KKK-ja és a PTT-je a képesített hajósnak, amit le lehet tenni vizsgát itt Magyarországon is. Mindent tartalmaz a víz hőmérsékletéről, hullámzásáról. Semmit nem tartalmaz ugyanakkor arról, ami az alsó képen látszik. Az alsó képen egy folyami hajót vezet egy ember, nem is egyet, hanem hármat a hat képernyőn keresztül. Ez Belgiumban jelenleg egy működő rendszer. Tehát a hajós kapitány nem ül ott a sóderszállító hajón, hanem otthon ül. És ez azt jelenti, hogy nagyjából a tized annyi a munkaerő költsége annak a szállítmányozó cégnek, amelyik egyébként sódert, szenet vagy búzát szállít. Ezeknek a hajós kapitányoknak is mindent kell tudni, amit egyébként a hajós kapitányoknak tudni kell, de azt is tudniuk kell, hogy hogyan lehet távolról vezérelni, milyen szenzorok vannak, milyen robotikai megoldások vannak, és enélkül nem lesz állása. Ez nagyon fontos, hogy ezt belássuk, hogy ez nem csak a pékeket éri el, ahogy ezt már nem tudom, 6-8-10 éve mutogatom mindenkinek, hanem a hajós kapitányokat is. De ugyanígy meg fog változni adott esetben a tetőfedőknek a munkája is. Itt lehet látni egy kis filmen, hogyha el tudjuk indítani, igen, hogy ez a Tondaknak a tetőfedő robotja, 12 éve már ez a YouTube-on fönt van ez a videó, azóta ez a robot egy kicsit fejlettebbé vált. És nagyon fontos, hogy a tetőfedők is
robotokkal fognak dolgozni. Itt látszik egy közlekedési logisztikai technikus, és aki volt Észtországban, Tallinnban, akkor ők fölismerhetik ezt a verzióját ennek a logisztikai technikusnak. Ezt a videót ezt én készítettem nem olyan régen tavasszal, csak kicsit bénáztam a rollerrel. A sushit és a pizzát ilyen kis robotok szállítják ki Tallinnban, és látszik, hogy egyébként útfelújítás van, és ennek ellenére egészen jól elboldogul. Aki volt kint Tallinnban, láthatta, hogy ezek föl alá mászkálnak ezek a kis robotok. Úgyhogy a szegény logisztikai technikusnak a feladata az át fog alakulni, azzal kapcsolatosan, hogy ezeket a robotokat kell majd támogatnia. És hát itt lehet látni, hogy ezeket a robotokat ismerjük, főleg aki székesfehérvári, nem nagyon van olyan család, aki ne találkozott volna ezekkel a robotokkal, és nagyon jól lehet tudni, hogy egyébként ez az oktatásra milyen vetületet ad. Szabályalkotás, algoritmizálás, kódolás, programozás, elektronika, mehatronika, tárgyalkotás. Egy csomó olyan dolog megjelenik benne, ami egyébként a NAD-ban is szerepel, és nagyon jól köthetőek ezek a koncepciók, vagy ezek a témák a különböző tantárgyi témákhoz, és azokhoz, amikről egyébként minden nap beszélünk, és amire föl kell készíteni a tanulókat. Ezekhez kapcsolódik még a mintázatfelismerés, előrejelzés, adatalapú döntés, fizika. És hogyha ezt átnézzük, akkor látjuk, hogy sok dolgunk van. A természettudományos oktatás és a matematika, a digitális kultúra, ezek mind olyan tantárgyak, amik eleve olyan elemekből épülnek fel, amelyek a minket körülvevő valóságot és munkakörünket majd erre készítenek fel. Tehát ezzel tudatosan kell foglalkoznunk, hogy igen, az itt bemutatott jó gyakorlatok és példák, amelyek piciben ezt a fajta algoritmizálási, gondolkodási környezetet megteremtik, ezek minél szélesebb körben elterjedjenek. Azért fontos ez, mert kialakul egy robot szendvics, amiben középen vannak a robotok, és a robotok tetején van, vagy a szendvics tetején vannak azok, akik tudják kezelni a robotokat, és az alján vannak, akik nem. És aki nem tudja kezelni a robotot, annak annyi lesz a munkája, hogy takarít a robot körül, meg olajozza, ilyesmi. És az egyik nagyon fontos változás a munkaerőpiacon, hogy az egyébként különösen Székesfehérváron túlfeszített munkaerőpiaci környezetben, ugye nincs munkanélküliség, hanem mindenkit állandóan foglalkoztatni akarunk, és nem is elég, úgyhogy hozunk be különböző országokból még embereket, amivel önmagában nem lenne probléma, csak az, hogy ők beszélnek angolul, és tudják kezelni a robotokat. Tehát ők lesznek a robot szendvics tetején, és mindenki, aki erre nincs fölkészülve, ők viszont alul. Úgyhogy ez egy komoly felelősség és feladat, hogy a közösségen belül, amelynek része, ahogy ezt a Tamás is megmutatta, nem csak az iskola, hanem együtt vannak benne a vállalatok, az önkormányzat és az oktatási rendszer, közösen megértsük, hogy hogyan lehet a robot szendvics tetejére fölkerülni. Úgyhogy miben lehetünk jobbak a robotoknál? Ugye ezt nagyon jól ismerjük már, nem leszünk erősebbek és gyorsabbak náluk, nem leszünk pontosabbak, nem leszünk jobbak a robotoknak egy ismert problémának, az ismert megoldásának az alkalmazásával. Akkor miben tudunk mégis jobbak lenni a robotoknál? Elsősorban akkor, hogyha a komplex probléma megoldás, a kritikus gondolkodás, a kreativitás és a kíváncsiság beépül a tanítási folyamatba. Meg tudni jelenni az, hogy hibázhatnak a gyerekek, kipróbálhatnak más verziókat is, saját megoldásra juthatnak. Tehát egy olyan tanulási környezetet kell kialakítani, amiben lehetőség van még nem ismert problémák új megoldásainak az alkalmazására, ugyanis ezért fognak fizetni a munkáltatók. Azért, amit ismerünk, hogy kell megoldani, és van rá már kész megoldás, azt robotok fogják csinálni. Nagyon jól látszik ez egyébként ezen a táblán is, persze nem látszik, mert nagyon kicsi, de hogy kiemeltem, hogy mi az, ami a leginkább változott, mint változó munkaerőpiaci igény, a kreativitás és a technológiai írástudás, ezt várják el elsősorban a munkáltatók, és mi az, ami egyre kevésbé fontos, és ez nagyon meglepő, legalábbis a számomra az volt, hogy a szenzoros készségek, a manuális készségek leértékelődnek a munkaerőpiacon. Ennek az a fő oka, hogy a robotoknak most már van szeme. Tehát régen egy meghatározott mozdulatsort csinált a robot, de most már föl lehet szerelni szenzorokkal, kamerával,
és kobotként működve, tehát egy emberekkel való együttműködésben való működésben, már nem az az ember feladata, hogy pontosan úgy helyezzem le a munkatárgyat, amit majd a robot meg tud fogni és meg tud dolgozni, vagy fel tud dolgozni, hanem bárhogy lerakhatom, mert a robot majd látni fogja, hogy hogy kell beforgatni, és akkor megcsinálja maga. Tehát nem az lesz az embereknek a fő munkahelye, hogy pontosan előkészítsük a robotoknak a feladatát. Ez egyébként nem baj. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy talán senki nem arra akar az iskolában gyerekeket fölkészíteni, hogy egy összeszerelő üzemben robotoknak pontosan letegye a munkadarabot megfelelően, hanem hogy fölkészüljön arra, hogy hogyan tudja ezt a folyamatot továbbfejleszteni, irányítani, kiszolgálni és támogatni. Úgyhogy egyre nagyobb a feladat abban azzal kapcsolatosan, hogy akkor mit és hogyan is tanítunk a gyerekeknek. A munkaadók el szoktak jutni odáig, addig a problémáik, hogy mi van akkor, hogyha kiképezzük a gyerekeket, és elmennek. Tehát kiképezzük a munkavállalót, és elmegy egy másik vállalathoz, vagy akár külföldre. Ez egy komoly probléma, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal nagyobb a kihívás, és a probléma az, hogy ha nem képezzük őket, és itt maradnak. Mit csinálunk velük, hogyha nem lesznek képesek megfelelni ezeknek a változó munkaerőpiaci elvárásoknak? Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy magát a tanítási, tanulási folyamatot újraértékeljük, újra gondoljuk, és ebben a tárolás, előhívás és az alkalmazás mellett megjelenjenek a validálás képessége, az, hogy ő maga keresse meg a különböző forrásokból a megfelelő információt, képes legyen megosztani, és ehhez a folyamathoz illeszkedően jelenjenek meg azok a kompetenciák, amelyekről egyébként az előző előadásokban is, meg a korábbiakban is szó volt már, és ebben a helyzetben megjelenik még ráadásul a ChatGPT is, amire szintén föl kell készíteni majd a diákokat is, és a tanárokat is. Nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban újra értelmezhetővé válik, és megjelenik mind a szabályalkotás, algoritmizálás, kódolás. Tehát nem külön, függetlenül kell algoritmizálást tanítani a tanulóknak, hanem a tanulási folyamat részeként, abba beágyazva kell, hogy megjelenjenek a szabályalkotás, szabálykövetési feladatok, és ennek a fizikai térben való alkalmazási lehetősége, ami az elektronikán, mechatronikán keresztül jelenik meg, azért, hogy a gyerekek értsék, hogy mi is történik körülöttük, hogy mit csinál egy hajó, amin nincsen hajós kapitány. Úgyhogy a meglévő eszközök mellé, az Indi mellé és a mikrokontrollerek mellé folyamatosan újabb és újabb eszközöket érdemes megtanulni. Tehát az a állapot, hogy most az iskolák már megkapták ezeket az eszközöket és elsajátították, ez nem ér véget. Újabb és újabb eszközök és megoldások fognak érkezni, amikben gyakorlatilag annyi előnye van az okos tanterem programban résztvevő iskoláknak, hogy már megvan a módszer, hogy hogyan fognak tudni bedolgozni újabb és újabb megoldásokat, technológiai eszközöket a meglévő tanítási folyamatba. Úgyhogy ezt olyan módon kell fenntartani, és az intézményvezetőknek kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy az oktatás technológiai szakértő bekapcsolódásával ez egy állandóan ismétlődő folyamattá tudjon válni. Kedves kollégák, hát nekem jutott az a szerep, hogy az eddigi csúszásainkat megpróbáljon visszafelé hozni, meg még belekap ebből a funkcióból itt az elkövetkező időszakban. Szeretettel köszöntölek titeket, köszöntöm a vendégeinket, és én azzal szeretném kezdeni, hogy én nagyon boldog vagyok. Megmondom miért, mert ezeket a bemutatókat, amik láttam, azt mutatják, hogy érdemes volt az elmúlt évet együtt dolgoznunk, és köszönöm kollégáimnak is, akik a másik két iskolában voltak, és köszönöm azoknak a kollégákkal, akikkel én dolgoztam együtt. Hát nagyon jó érzés volt, hogy láttalak titeket, láttam azt, hogy milyen munkát végeztettek. Én az elkövetkező már csak 12,5 percben arról szeretnék beszélni, hogy mi volt eddig az okostanterem és a mentorprogramunkban, és mi lesz az elkövetkező időszakban. Elnézést, 20 percen van tervezve, tehát ezért a képeim viszonylag gyorsan fognak futni. Jó, tehát először is, mint tudjátok, tavaly az egész programunkat átneveztük pedigre, Főző Attila után szabadon, amely gyakorlatilag ezt jelenti, hogy a Székesfehérvári Pedagógusok Digitális Kompetenciáinak Fejlesztési Programja. Én azért ki szeretném el szeretném mondani, hogy szerintem nincsen digitális pedagógia, van pedagógia van. A digitális az csak egy segéd. Tehát alapvetően mi nekünk a célunk,
a pedagógiai kultúra általános emelése, és ehhez mi nyilván most itt a hangsúlyt a digitális eszközökre helyeztük el. Mi ennek az egész programunknak a célrendszere? Először is ennek az egész programnak, tehát a pedig programunknak, most már innentől hívjuk ezzel, már Tamást is úgy látom, hogy ezt tette be a prezentációjába, ezért okostantermek létrehozása, második célunk mentorhálózat képítése, harmadik a digitális tudás fejlesztés, digitális tudástárunk fejlesztése, amiről már volt szó, és nem titkolt célunk, hogy más létező hálózatokhoz is mintát adjunk, és országos referenciát adjunk. Én ebben bízok, hogy ebbe úton, jó úton járunk. Miből áll akkor? Az okostanterem programunkból, mentorhálózatunkból és a tudástárunkból. Nézzünk egy kicsit rá az okostanteremre. Nagyon pici visszatekintés. A múltra, jelenlegi elemei, a 2022-23-as éve szeretnék elnézni, és mi lesz most a 2023-24-es évben. A múltban tudjuk jól, hogy gyakorlatilag 9 intézmény vett már részt ebbe a programba, és itt láthatók az elmúlt évben résztvevő intézményeink, lehet látni, hogy gyakorlatilag, mintha egyre jobban bővülne a létszám. Összesen 64 kolléga vett részt a képzési programunkban már. Látni fogjuk, hogy az ideivel együtt már közel 100-al leszünk. A programunk elemei, mint tudjuk, teremfejlesztés, eszközbeszerzés és felkészítési program, tehát ne csak eszközt, hanem az eszközhasználó pedagógusokat is, de nem akarok többet beszélni, mert mindent elmondhatok már itt az elmúlt időszakban. A teremfejlesztés, ugye alapvető cél, és ezt már mindenhol láttuk, egy olyan terem berendezése, amely alkalmas projektpedagógiai eszközökkel való tevékenységekre. Ezek az eszközöket mindnyájan jól ismerjük már. Mondjuk pont ez itt a könyvtár beruházás, tehát amit itt látunk, tehát ez a könyvtárnak a berendezése. Az eszközökről látható, hogy alapvetően ugye projektasztalok, interaktív panel, Lego Spikes, Pro Indy, Lenovo és Asus. Az idei tanévre való felkészülésnél úgy gondoltunk, hogy el kell indulnunk egy kicsit makerspace-es irányba, ennek eredményeképpen a fejlesztésbe bekerült egy lézervágó, valamint úgy gondoltuk, hogy a makerspace-hez kapcsolódóan a mikrobit programozáshoz mikroelektronikai, tehát kísérletező készleteket is beteszünk a programba. Tehát ahogy az Ádám is mondta, az eszközöknek folyamatosan fejlődnie kell, mert ami tavaly modern volt, az idén elavult. Tehát ez a valóság. A felkészítési programunk. A felkészítési programunk is folyamatosan fejlődött az elmúlt, hát 2019-ben től. Ugye a legelső intézményekben 19-21-es évben, ugye ez a Szénatér iskola és a Rákóczi Általános iskola, ott főleg eseti témákat dolgoztunk fel, nem volt gyakorlatilag, tehát gyakorlatilag mindig, amit aktuálisan gondoltunk. A 2021-22-es évben elkezdtük specifikálni, ez az István Király és a Munkácsi Általános iskolának az időszaka, elkezdtünk már konkrét programot alkotni, de még mindig gyakorlatilag közvetlenül viszonylag reflektáltunk. A 2022-2023-as év lett az, ami gyakorlatilag egy komplex, előre feldolgozott, előre megalkotott, ha részletesen kidolgozott, e-learninget támogatott, modulzáró feladatokkal megspékelt, bemutatókkal nehezített, és hát még olyan személyes állandó noszogatásommal telhet időszak volt. Tehát ez már merem állítani, hogy egy komplex, gyakorlatilag 120 órás pedagógus továbbképzésnek megfelelő képzési program volt. Én bízok benne, hogy hasznos volt, legalábbis én úgy érzem most a mai bemutatók után. Az évvégi bemutatóknál felmértük azt, hogy milyen javaslatok voltak, erről majd pár szót még mondok, de ezek alapján az idei programot módosítottuk egy kicsikét, tehát új elemek és új célok jelentek meg. Itt az eredeti célok láthatóak, nyilván az alapvető célunk, hogy minden kolléga, aki részt vesz ebbe a képzésben, legyen jártas az eszközök használatában, legyenek képesek a tudást átadni, és itt ebben nagyon örülök a Móni előadásának, és még valaki, aki a tudásátadásról beszélt, ti beszéltetek, Szonya beszélt még a tudásátadásról. Tehát nagyon fontos az, hogy nem csak az a célunk, hogy az a kolléga, aki részt vett a képzésbe, azok tudják használni, hanem az iskola teljes létszáma, és ennek nagyon jó úton haladtak, nagyon tetszettek a gondolatok, és természetesen a motivációs a fő cél. Mint mondtam, a képzéshez nem csak tartalmat generáltunk, hanem követelményeket is, amik már a szerződésekbe is belekerültek. Ugye itt a konzultációkon való részvétel,
a modulzáló feladatok elkészítése, és ott az utolsó, hogy az a tudástájunkban ezek a produktumok kerüljenek be. Erről majd még pár szót szeretnék mondani. Természetesen ezt az Alba Innovál mentor tanúsítványt kaptátok meg az év végén. Mi a gondunk ezzel? Az, hogy ez a tavaly év. Mindenképpen szeretnénk támogatni azokat az iskolákat, akik régebben vettek ezt a programba, hogy szintén hasonló jellegű szolgáltatásokat kapjanak. Ez majd a mentor programunk keretében fog megtörténni. Nézzünk egy pillanatra a 22-es, 23-as évre. Itt láthatók az intézmények, a létszámok, és én inkább a tapasztalatokra szeretnék ráfókuszálni, mivel az időm kevés. Eredmények, mint mondtam, áttekintett szakmai program, a beadott feladatok 82%-a lett abszolút elfogadott teljesítetten, hiányzás gyakorlatilag 2% minimális, tehát nagyon jól haladt, és én úgy éreztem, hogy ez a támogató rendszer, amit hívjunk e-learning rendszernek, de azért nem e-learning inkább, hanem csak képzéstámogató online platform, ez a Canvas platform, ez sikeres volt, úgy éreztem, hogy a kollégák jól használták, és eredményesen, és ezt továbbfejlesztjük az idei év folyamán is. És a komoly eredmény, hogy ma az oktatásban egyből használtátok az eszközöket. Milyen nehézségek voltak? A nehézségek a túlterheltségnek volt, az, hogy rendkívül, tehát hogy mondjam, az a tapasztalatom, hogy olyan kollégák kerültek a rendszerbe, akik alapvetően is az iskola húzó emberei, és már eleve túl vannak terhelve, és még kaptak egy kis képzési kötelezettséget is, tehát így halmozták az élvezeteket. Tehát ebből adódóan főleg a képzés, tehát gyakorlatilag az ismeretszerzés főleg a képzéseken történt, az otthoni munka az viszonylag kevés volt, kimondottan a beadandó feladatra koncentrálódott. Tehát egyszer nem nagyon volt több kapacitás, természetesen nem mindenkinél, de azért ez volt a jellemző. Szintén küzdöttünk azért a beérzett szokásokkal, de ez magammal is küzdök ezzel, tehát ez nem csak veletek, és azt hiszem mindent elmondtam. Jó. Itt azért egy pár kép az, hogy azért itt voltak közös programjaink, amikor két iskola összejött egy képzésbe, hát itt szeretjük a Legót, és itt meg ugye természetesen már többször látott indi, de hát szerintem már, én nem mutatom be, mert itt már nagyon sok indit láttunk. Milyen vélemények alkottak? Mint mondtam, az év végén egy online kérdőjében felmértük a véleményeteket, 10 kérdést tettünk fel, nagyon gyorsan az eredményeket. Az első ilyen kérdés, elégséges volt-e a képzést, hogy tudjátok használni az okostantermet? Ez a visszacsatolás jött, hogy 89%-ban azt mondjátok, hogy igen, a képzésünk jó volt ahhoz, hogy tudjuk használni. Mennyire tudjátok az itt levő eszközöket használni a saját gyakorlatotokba? Ami nekem fáj, ez a kettő dolog, a 3D nyomtató és a Lego, ezek viszonylag kevésbé tudjátok használni. Én itt az a gondom, hogy szerintem azért van, mert nem jól, tehát kell fokoznom a képzési kapacitást, tehát itt még el kell tennünk. Tehát ez a... Utána az, hogy mennyire éreztétek nehéznek a modulzáló feladatokat, a diagram azt mutatja, hogy a taktikánk bejött, fokozatosan nehezítettük a tétet, ahogy haladtunk időbe, egyre nehezebb feladatokat kaptatok, tehát az első az még épp hogy csak, tehát senkinek nem volt kihívás, de azért végén már azért adtunk nektek leleményes feladatokat. Tehát ez látható, tehát egyre nehezebb feladatokat kaptatok. Mennyire te éreztétek megterhelőnek? Hát lehet látni, hogy kicsit volt megterhelő, szerintem alul értékeltétek. Azért volt ott megterhelés, tehát szerintem azért kaptátok rendesen a kiképzést, elnézést. A következő, és az, hogy mennyire volt a képzés időtartalma, tehát a heti 2 óra elégséges, azt mondtátok, hogy igen, ebből ennyi nektek elég, tehát ez volt a válasz lényege. És ez a számomra a legfontosabb, és nagyon bízok benne, hogy nincsen fölértékelés, hogy mennyire voltatok elégedettek a képzéssel, és az 5-ös skálán 4,7-et kaptunk. És ezt nagyon örülök ennek. Tehát ez kimondottan meghatott, amikor ezt az értékelést kaptuk. És köszönöm a... Hol vagytok, lányok? Nekik. Jó. Tehát mi várható idén? Itt láthatók az iskolák, akik bevonásra kerültek, tehát az Arany János egymi, a Németh László Általános Iskola, a Teleki Blanka Gimnázium, Sziget utcai tagintézmény és a Vasvári Pál
általános iskola, a mentor kollégák, Bakos Andrea, akit hát elnézést a Tóvárostól, de erre csábítottunk, hol vagy Andrea, meg vagy. Tehát Andrea, Kati kolléganőm, Báldi Kati, és mi a veteránok, a Beával ketten leszünk az idei képzésben. Egy kicsikét módosítottunk a képzési struktúrán, a javaslatok alapján sorrendet változtattunk, meg egy kicsikét a tartalomban is. Én ezt most nem, tehát tényleg nincs időm, hogy ezt részletezzem. Áttérnék gyorsan a mentorhálózatra, mert ez fontos. Tamás is jelezte már, hogy a Szabolcsal történt megegyezés alapján az intézményekbe, hogy mondtad, hol vagy Tamás, te úgy mondtad, hogy oktatástechnikus. Oktatástechnológus. Én ezt a dolgot kicsit másként hívtam, én úgy hívtam, hogy iskolai koordinátor. Mi vezet minket arra, hogy ilyen funkciót bevigyünk az intézménybe? Egyrészt mindenképpen, tehát az észti példa is azt mutatta, hogy ha nincs az iskolában egy olyan ember, aki tudja generálni, támogatni, és ezt a digitális kultúrát tehát a digitális kultúra terjesztését kezébe tartani, akkor nem megy igazán a dolog. Ezt a saját tapasztalatainkból is láttuk. Tehát láttuk azt, hogy amikor a digitális tudástárban való tartalom feltöltést szeretnénk generálni, akkor egyszerűen, hogyha nincsen valaki, aki katalizálja a folyamatokat, akkor nem nagyon halad. És ezért van az, hogy jelenleg a tudástárunkban főleg azok a tartalmak vannak benne, amit a tavalyi csoportok készítettek, és régebbiek nem kerültek bele. Tehát ezért mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a hálózatunkat fejlesszük. Tehát legyen az intézményben egy bázis ember, és akkor a Tamást jól értettem, finanszírozása is megtörténik ennek az embernek, tehát megbízási szerződést fogunk vele kötni, és kimondottan olyan feladatokat fogunk neki adni, természetesen felkészítést, támogatást, hogy ez a dolog eredményesen menjen, hogy segítse a kultúra terjedését, a kollégák munkáját segítse. Tehát valami hasonló tevékenységeket folytasson, amit már itt láttunk, valamint mindenképpen szeretnénk, hogyha ez a tudásmegosztás jobban lenne támogatva, tehát támogatna ezt a közösségi platformot, amit digitális tudástárnak tekintünk, annak a fejlesztését. Tehát ez egy kiemelt célunk, tehát a mentorhálózatunknak ez egy kiemelt célja. Ennek a keretében és ennek támogatására rendszeressé tesszük a tavaly még csak eseti szinten létrehozott műhelymunkákat, tehát várhatólag két hetente az Alba Innovába, jelenleg pénteket szúrtuk ki, de már többen jelezték, hogy lehet, hogy nem péntekre kéne tenni, péntek délutánra, különböző úgynevezett fejlesztő műhelyeket fogunk tartani. Ezeket külsős már mentor kollégákkal szeretnénk megvalósítani. Itt azért szeretném megint megköszönni tavalyi munkánkból részező, bocsánat, Andrea, tőled neked nem köszönte meg a tavalyi munkádat. Tehát Andrea, aki már tavaly is részt vett, mint külsős mentor a munkánkba, tehát ő lenne az egyik, valamint Végvári Györgyöt szeretnénk bevonni a rendszerbe, aki kimondottan a makerspace-es foglalkozásoknak a támogatására lesz. Itt felsoroltam azt, hogy milyen jellegű foglalkozásokat fogunk meghirdetni, ezt mindenképpen szeretném, hogyha ütemezetten, rendszeresen küldjük a meghívókat, és hogyha öt ember már összejön, akkor mi megtartjuk. Tehát ez az irányadó. Itt a tavalyi műhelyről egy kis kép, azért tavaly is volt már 3-4 ilyen eredményes, jó sikerült kis műhely foglalkozásunk. Zárási témaként még szeretnék rátérni a digitális tudástárunkra, tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tudás megosztás szempontjából minél több innovációs gyakorlatokat töltsünk fel. Az észtapasztalatok alapján az a terv, hogy az eddigi nagyon struktúrát, főleg óravázlat, projektleírás, hát elnézést kifejezve, elég kocka tartalmak, ez az én személyes szakmai bűnöm voltak, de én azt láttam például az a Gustav Adolf gimnáziumnak a digitális tudástában, hogy viszonylag minden lazán, bármi, ami az oktatással kapcsolatos kis mini innováció, mint láttuk a Tamás videójában azt a kis észt kislány az, hogy repperve, ilyen tartalmakat is beengednénk ebbe a tudástárba, tehát szeretnék, hogyha színesebb, gazdagabb, ötletesebb lenne, és ezt majd nyilván ezekkel a mentorokkal egyeztetjük, hogy hogyan. Tehát bármilyen kis, jó kis tartalmat, természetesen minőségbiztosítást mögé teszünk, tehát azért ne akármi kerüljön be, de mindenképpen ezt tervezzük. Valamint ugye havi gyakorisággal a hírleveleinket, amit már
kiküldtünk. Még az új intézmények nem kapták meg, de az új intézményeknek is hamarosan megcsináljuk a regisztrációját a tudástájunkba, és akkor az is. Közben azért szeretnénk magát a fejleszteni, és mindenképpen szeretném elérni, hogy itt az idén egy mobil applikációval is el lehessen érni a tudástát, tehát ne csak a mi bejelentkezéses webes struktúránkkal, hanem egy mobil applikációnak meg lehessen nézni. Hát ezek a fejlesztési terveink. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nem tudom, hány percet sikerült hoznom, vagy nem sikerült hoznom. Jó, köszönöm. Horváth Adrián vagyok, és a Vörös Marti Mihály könyvtárat és kollégáimat képviselem. Különleges képességünk, hogy van lézervágónk, használjuk is, illetve nagyon szeretünk kapcsolódni általános iskolákhoz, középiskolásokhoz, és még egy csomó partnerhez, akivel csak összeakadunk. És rendben. Maga az Open Space program keretében megvalósuló Smart Library vagy okos könyvtári részleg a Vörös Marti Mihály könyvtár Oskola utcai épületének a második emeletén található, és az Alba Innovár és a könyvtár együttműködésében valósult meg. Ennek keretében beszerzésre került hozzánk is két darab 3D nyomtató, lézervágó, egy csomó laptop, tablet, és ezekkel próbálunk sáfárkodni. De hogy honnan indultunk? Onnan indultunk, hogy volt egy kihasználatlan terünk. Mi egy kicsit eltérőek vagyunk az eddigi példáktól, nem csak azért, mert közgyűjtemények vagyunk. Tehát volt egy kihasználatlan terünk, egy számítógépes részleg, amit nagyjából 20%-ban használtunk. Mit csináltunk? Újra gondoltuk ezt a teret. Ebben a térben lett, és köszönöm Istvánnak, hogy mutatta a könyvtári tereket, mert így már nekem nem kell, és itt is időspórolhatunk meg. Tehát egy régi termet felújítottunk, oda kerültek be az eszközök. Ez volt 22. szeptemberében. Utána kaptunk egy hatalmas nagy lehetőséget az eszközökön és a kollégák képzésén túl az Alba Innovártól, mert minket részlegesen bezártak, ezért a Kossuth utcai épületben történt meg a kollégáknak a tanulása, mentorunk István volt, és Tamásnak is szeretnék köszönetet mondani, mert nélküle nem jött volna létre ez az egész. Aztán, hogyha a következő időetapra lépünk, az 22. április 17, mert akkor nyitottuk meg az okos könyvtári termet. Addig sem tétlenkedtünk, mert hogy foglalkozások, hogyha visszagondoltam, 22. decemberre óta vannak, öt kolléga kapott lehetőséget arra, hogy megtanulja ezeket az eszközöket alkalmazni, de az igazi különlegesség, illetve az, hogy ami ezután történt, az a különleges, és ami a könyvtárral történt, az a különleges. Mert hogy mi miért vagyunk eltérők, és hogyan is jöttünk bele ebbe a programba, és miért vagyunk mi sokkal másabbak, mint az eddigi jó gyakorlatok? Hát egyrészt azért, mert hogy nem csak a fehérvári diákokra fókuszálunk, nem csak a fehérváriakra, vagy a Fejér megyeiekre. Vármegyei hatókörű városi könyvtárként igazából az egész megyét szakmailag, mind a 108 települést, ezen belül 82 kis települést, 5000 fő alatti települést látunk el szakmai mentorhálózatunkkal. Emellett mellé tettük még azt, hogy mi korosztálytól függetlenül tudjuk azokat a foglalkozásokat szolgáltatni, amikkel készülünk, hogy mik lesznek ezek, ezekre később fogok rátérni. Azokkal az eszközökkel, amiket mi megkaptunk, mellé raktuk mindazt a rendszer szemléletet, mindazt a tudatos információ felhasználási rutint, amivel egy könyvtáros boldogulhat, illetve boldogul. És hogy miben vagyunk még ezen túl is mások, megpróbáltunk mi azért a foglalkozásaink kapcsán egy balanszt tartani. Tehát, hogy ne csak minden digitális legyen, hanem legyen tapintás is. És ezen túl, ugye mindenki szembesül azzal, de legalábbis mi könyvtárosok igen, hogyha jön egy csoport, akkor 28 fő, 30 fő, 30 plusz, mit csináljunk velük? Egyszer egy okos termi képzésben 12 fő, az, amivel tudnak a kollégáim foglalkozni, és még akkor is, hogyha csoportokban dolgozunk, a fókuszált figyelm rendtentően fontos. Mit csináltunk? Igazából
csak magunkat hoztuk, mert hogy a könyvtárban nem csak ez a tér működik, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy miben vagyunk mi egyediek. Hát úgy, hogy mondjuk van egy régi könyves gyűjteményünk, miben vagyunk még egyediek, van egy kötészeti részlegünk, és akkor így kezdtük el kombinálni magunkat, és a csoportokat megbontottuk, tehát hogyha jönnek majd hozzánk, és örömmel látom, hogy az iskolák közül rengetegen járnak hozzánk az okosterembe, de jöjjenek még többen, mert hogy bármekkora csoporttal tudunk dolgozni, úgyhogy megosztjuk őket, és forgóba dolgozunk, nem lesz ez unalmas. Vannak szakkörjellegű foglalkozásaink, vannak egyedi foglalkozások. Itt az okosteremből láthatnak képeket. Ezek az egyedi, egyalkalmas foglalkozások igazából ízelítők, ez a mézes madzag, amivel vissza szoktuk invitálni a gyerekeket hozzánk. Az igazi truváj az itt jönne, márpedig amit előre vetítettem, hogy megnéztük azt, hogy mi miben vagyunk egyediek, nem csak abban, hogy van egy 650 ezeres könyvállományunk, nem csak abban, hogy van egy 1506-os könyvünk, nem csak abban, hogy több mint 8000 ember látogat minket évente, hanem abban is, hogy vannak nagyon kreatív kollégáink, és akkor ezeket tudjuk ötvözni, és az okos eszközökkel igazából egy hatalmas nagy tér nyílt előttünk, amivel a könyvtáron belül egy digitális alkotóteret, egy közösségi teret tudtunk létrehozni. Ezek közül a foglalkozások között kettőt emelnék ki, magát a könyvkészítést. Hogy néz ki ezt a körjellegben? Először is a gyerekek megnézhetik a régi könyves termünket, ahol igen, megnézhetik azt az 1506-os könyvet, és ha jól viselkednek, meg is foghatják, aminek olyan a borítója, hogy végighúzzák rajta a kezüket, akkor minden egyes bemélyedést fognak érezni. Tehát itt mi megmaradtunk a fizikai dolgoknál, mert ez nagyon fontos. Azt, hogy megszagolhassa a könyvet, hogy beégjen a könyvnek a szeretete, a könyv mint tárgy jelenjen meg az életében. Ez a foglalkozás szempontjából is nagyon-nagyon fontos lesz, mert mi csináltunk, miután megismerkednek a gyerekek nyomdászat történetével, könyvtártörténettel, könyvtörténettel, ezután fölmennek az okosterembe, és megtervezik a saját könyvüknek a saját borítóját, és ha ügyesek, akkor még az iniciálét is, majd ezután lemennek a kötészetre, és bekötik a kollégák segítségével a saját könyvüket, amiben utána saját maguk tudnak majd jegyzetelni. Én ezt a foglalkozást nagyon ajánlom mindenkinek, ez egy szakkör jellegű, egy hosszabb időszakon átnyúló, de egy fél évbe bele fogunk férni, úgyhogy jöjjenek. A másik pedig, amit kiemeltem, hogy még különlegesek vagyunk, az, hogy korosztálytól függetlenül szeretnénk nyitni, nem csak a fehérváriak számára. Mit jelent? Új foglalkozásunk a Hét Szóban a Világ nevet kapta. Ez azt jelenti, hogy applikáció használatot tanítunk nyugdíjasoknak. Egészen a vásárlástól, utazásos applikációkon keresztül, de onnan kezdjük, hogy hogy csatlakozunk a Wi-Fi-re, miért fontos ez nekünk. Muszáj azt, hogyha szeretnénk egy okosvárost, akkor kellenek bele okospolgárok, akik tudatosan tudják használni azt az eszközt, ami a kezükben van. És azért jó a könyvtár, mert hogy ebben is tud segíteni, ebben is tudunk kapcsolódni mindenhez. Volt egy érdekes programunk még, amit szeretnék elmondani, ezt pedig kipróbáltuk magunkat a nyári táborban is. Többször csináltunk már nyári tábort, de ez egy mesterséges intelligenciát bevonó nyári tábor volt. És azért mondtam az elején, hogy mi nagyon szeretünk kapcsolódni, mert hogy kitaláltuk azt, hogy jó legyen egy M-is nyári tábor, képgenerálás, szöveggenerálás, ja igen, társasjátékot terveztek, és csináltak is meg a gyerekek. Ezek a társasjátékok egyébként bekerültek a gyűjteménybe, tehát visszajöhetnek a gyerekek, és akkor a társaikkal végigjátszhatják azt a játékot, amit ők megterveztek. Ez egy különös pikantériát ad a dolognak, de hogyha a kapcsolódást nézzük, nem csak az Alba Innovárral, és nem csak Molnárné László Andrával kapcsolódtunk, aki a foglalkozásvezető volt, hanem belegondoltunk abban, hogy oké, társasjáték tervezés, rendben megvannak az eszközeink, de mi nincsen. Rendben, ott a könyvtár, tudunk könyveket adni, de
És akkor itt jött a Game Club. Az, hogy a játékelmélet egy profi társasjáték tervező és végigjátszó ember is egy kicsit felhívja a figyelmet ezeknek a fontosságára, a tudatos játék használatra, az, hogy van 20 másodperces játék, na itt jött be a Game Club, és ezért mondom, hogy szeretünk kapcsolódni, mert tökéletesen kiegészített minket, kiegészítette ezt a foglalkozást. Hogy akkor a számokról is beszéljünk, 2023-ban összesen 44 foglalkozást tartottak a kollégáim, összesen 788 fő vett részt, kicsik, nagyok, családok, nyugdíjasok, mindenki, mert hogy hozzánk tényleg mindenki jöhet. De hogy mit akarnak a számok? Én azért szeretem ezt úgy mindig helyre rakni, mert hogy a könyvtárról alapvetően egy teljesen más kép él az emberekben. Talán az a régi könyves vonal, amit az elején még mondtam, az megvan, de hogy az, hogy mi tényleg egy közösségi tér vagyunk, egy tényleg egy harmadik hely, ahol nálunk különböző emberek tudnak kapcsolódni egymással, az nem mindig jut eszünkbe. És hogy mutattam a tábort, nagyon érdekes volt, mert a tábor beleillik egy puzzle-nek az egyik darabjába. Ugye szeretünk kapcsolódni, kapcsolódtunk a hétvezérsulival ennek az évnek az első fél évében, és szakkörjelleggel repülőgépet modelleztek, tehát modellező szakkör volt, és nagyon szépen végigmentek rajta a gyerekek, hetedikesek voltak, és nyilván ismertük a gyerekeket névről. Amikor meghirdettük ezt a tábort, nagyon érdekes volt, hogy láttam, hogy jönnek be a jelentkezések, és a hétvezéres gyerekek megjelentek. Többet szerettek volna kapni belőlünk, és utána nagyon érdekes volt, mert így blokkokba jöttek a ciszteresek, stb. Nem sorolom tovább, és akkor ott volt egy tábor, ami 5 napig tartott, és a gyerekek tehát egymással, a végén egymásnak mutogatták már a játékokat. Tehát feloldódott az a különbség, hogy én innen jöttem, én onnan jöttem. Tehát tulajdonképpen hidat képeztünk különböző heterogén csoportok között. Láttam azt már, hogy hogyan működik ez a nagyoknál, a felnőtteknél, de a gyerekeknél ez kimondottan érdekes volt. Ennek a szociológiáját végigkövetni. Érdemi együttműködésekbe gondolkozunk. A hétvezér után most ebben a fél évben a Rákóczi sulival fogunk egy kicsit más típusú programokat megvalósítani. Számomra a Game Cluboson túl nagyon érdekes volt az, hogy más szakemberekkel is tudtunk kapcsolódni, tehát hogy nagyon sokat tanulunk a pedagógus kollégáktól is. Amit mi tudunk adni, és ami szintén mögöttünk van, a könyvtár név mögött, az, hogy mindegyik foglalkozásunk könyvtáros. Tehát rendben, hogy mondtam, hogy repülőgépet modelleztünk, de hogy mellette is ugyanúgy beszéltünk azokról a dolgokról, hogy tudtok tovább olvasni a lézerről, tudatos eszközhasználatnál a hiteles információforrások, hogy adatbázisban hogy kell kezelni. Ezeket mindig a kollégáim nagyon-nagyon ügyesen mellé csempészik annak a játékosított tudásnak, amit még elsajátítanak. Tehát, hogyha hozzánk jönnek, végigmennek egy foglalkozáson, mindezt megtanulják, és mellette ugye játszanak is. Abszolút partnerek vagyunk abban, hogy a digitális szakadékot csökkentsük, kapcsolódó kompetenciákat javítjuk, és igazából az a célunk, hogy kitörjünk abból a burokból, amiben most benne vagyunk, mert hogy a könyvtár sokkal több, mint ami benne van így első látásra. Tulajdonképpen, hogyha más nem visznek magukkal, akkor csak annyit vigyenek, hogy a könyvtár egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a Köztérben Székesfehérvár Okostanterem programja kapta a főszerepet. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.